Hét filmet vetítenek a 10. alkalommal megrendezett skandináv filmfesztiválon. A felhozatal változatos, lesznek vérfagyasztó és kacagtató családi művek, valamint egy dokumentumfilm is szerepel a programban. A fesztivál csütörtökön indult, és egészen szerdáig tart. Azért izgalmas ez a sorozat, mert ebből három film a hétből premier előtti vetítés lesz, de lesznek olyan filmek is, amelyeket már bemutattunk, de hát a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét vetíteni fogjuk, ilyen például a Még egy kört mindenkinek. Hogy miért tartunk skandináv filmnapokat? Hogyha az európai filmgyártást nézzük, akkor a skandináv filmgyártás kiemelkedően jó. Hát a francia mellett olyan helyi támogatások vannak, amelyek miatt ugye kitűnő filmek születtek az elmúlt 30 évben, és hát a filmgyártásnak a Skandináviában vannak hagyományai. Visszahozzák például a Ház, amit Jack épített című horror drámát, ami nagy sikert aratott 2018-ban. Az Apánk és anyák című családi drámát premier előtt vetítik. A héten azonban nem csak skandináv filmeket nézhetünk a moziban, az európai alkotások mellett helyet kapnak az amerikai produkciók is. A következő években kevesebb hollywoodi mű bemutatójára számíthatunk, ugyanis a forgatókönyvírók hónapok óta tartó sztrájkja hatással lesz a hazai filmforgalmazásra is. Időről időre előfordulnak ilyen események Hollywoodban, hogy most ugye a forgatókönyvírók léptek sztrájkba, ennek két oka volt, hogy a fizetés emelés szerettek volna, a másik pedig a mesterséges intelligencia oly mértékben tör előre, ami egy kezelhetetlen problémává vált. Az a baj, hogy ilyenkor csúsznak a filmbemutatók, hát nyilván úgy kell elképzelni a hollywoodi filmgyárakat, hogy egy filmnek az elékészítés az több éven keresztül zajlik, és utána pillanatok alatt leforgatják egyébként a filmet, és nyilván ennek a hatása majd jövőre és az azt követő években fog rendkívül módon érződni a mozikban. Filmes szakemberek a következő években az európai filmgyártás felfutására számítanak.